A négynapos fesztivál kiemelkedő esemény nem csak a tűzoltók életében, de a rendező város és térsége, sőt régiója szempontjából is, és kiváló lehetőségeket kínál az országimázs alakításában is. Alkalmat teremt arra is, hogy elmondjuk, hogy milyen törekvéseink vannak, amellyel partnerséget tudunk építeni. Partnert tudnak építeni a tűzoltók, de az a 4000 vendég és tűzoltó, aki itt van, az nyilván itt is helybéli emberekkel találkozik. A világtalálkozót két évente rendezik hatalmas érdeklődés mellett. Az utóbbi évek csillagtúráin 5-6 ezer résztvevőt regisztráltak, akik közül sokan visszajáró vendégei lettek a rendezővárosnak és környékének. Itt móka, kacagás, szórakozás, sörkút, tűzoltózenekari fesztivál, mazsorettek, sok minden lesz, ha jól tudom, már a léghajó is ott lebeg a rendezvénytér fölött, tehát mindent megpróbáltunk úgy csinálni, hogy a lehető legjobban érezze magát mindenki. A csillagtúra programjának megszokott és hagyományos elemei vannak, szakmai előadások, muzeális tűzoltójárművek bemutató körútja, kihelyezett elnökségi ülés és küldött gyűlés, különböző ügyességi versenyek, tűzoltótechnikai bemutatók. Most rendezzük a tűzoltó zenekarok és mazsorett csoportoknak is a soron következő rendezvényét, ők is nagyon nagy üde színfoltjai lesznek ennek a rendezvénysorozatnak. A vendégsereg szórakozását szolgálja a több ezer fő befogadására alkalmas fesztiválsátor, amely baráti találkozók, ismerkedések, éneklés és tánc helyszíne is lehet egyben.